Rendkívül fontos volt ez a újbóli kapcsolatfelvétel, hiszen az ukrán-magyar viszony ugye eléggé mélypontra került az elmúlt időszakban. Itt kán voltak a hivatalos látogatások, és ez mindenképpen egy új kezdetnek értékelhető, főleg amiatt, mert ugye magas szinten fogadták a, a miniszterelnök fogadta, a miniszterhelyettes fogadta, találkozott a külügyminiszter, miniszter a és az újbóli kapcsolatfelvételről volt szó, hiszen azok, a, a vegyes bizottságokat, amelyek a ukrán-magyar abszerző előír már évek óta közel öt éve nem működnek, így a gazdasági vegyes bizottság sem, aminek a munkáját ugye el fogják kezdeni, és ez mindenképpen reménykeltő, hogy egy olyan problémák oldódhatnak meg, amelyek akutak Kárpátai vonatkozásában. Itt a határátkerőknek a bővítéséről, átadásáról van szó, ami a nagypalád nagyhódos már régen kész van, de nem tudják átadni. A Bereksázi elkerült ról, És ahogy elhangzott, a Kárpátai a fejlesztéséről, ami mindenképpen örömteli hír számunkra. De azt hiszem, hogy természetes, és mindenki azt várta, hogy az álláspontok a nyelvi oktatási kérdésekben jelenleg még nem fognak közeledni, vagy nem közeledtek, és hát hogy ez az egymás melletti elbeszélés az tovább folytatódott. Minden esetre elfogadták a középfogatásra szóló törvényt, amely generálisan a helyzetünket nem javítja, van benne két elem, ami mégis csak pozitívunként értékelhető. Ez az, hogy kivették belőle a magániskolákat, ezekre nem vonatkozik a törvény, illetve az, hogy elhasszották 2023-ra a bevezetését a magyar és a román iskolák számára, de ugyanakkor a nyelv pedig előírja 2030-ra azt, hogy ukrán legyen az érettségi, és azt nem értem, én nem 2033-ra, hiszen a magyar oktatásban csak 23 ba kezdődik meg a bevezetés, azt jelenti az első év, ami kibocsátódik, az 33-as, sőt, hogyha 12-ről beszélünk, akkor még később várható. És hát nagyon furcsálom azt a nyilatkozatot, amit tett uh, Nomoszád asszony a megbeszélés után, hogy ő mindent elintézetnek vélt, és az, hogy... Uh, a kárpáti magyarság nem lehet őshonos nőt, mert ezt a kérdést Ukrajnában törvény szobályoztak, és Ukrajnában nem szabályoz a törvény. El kell, hogy mondjam. Van egy nyilatkozat az ukrán parlamentnek, amely arról szól, hogy a krimi tatárokat elismerik, mint őshonos népet, de sehol a törvény nem mondja ki, hogy mik az őshonos népeknek a kritériumai, és a különböző országban ez más és más. Azt hiszem, hogy Ukrajna is azt, hogy hogy ezt a logikát nézzük, hogy Magyarországon egyetlen őshonos nép lenne a magyaron kívül ez a ruszin, Na úgy határozzák meg az ukránok, hogy aznak egy nincs anya országa. Én úgy gondolom, ezekben a kérdésekben is továbbra is tárgyalni kell, a kápáti magyarság továbbra is kifogálni jogos követeléseim mellett, ami azt jelenti, hogy nyelvi jogainkat és oktatásban jogunkat megkívánjuk védeni. Azonban mindenképpen örvendetes az, hogy ez a kapcsolat feltétlenül megtörtént. Reméljük azt, hogy működni fog a gazdasági védelmezbizottság, reméljük azt, hogy a kisebbségi ügyi vegyesbizottság is működni fog, épp úgy, mint a határmenti kapcsolatok a foglalkozó bizottságok, és hát reménykedjünk abban, hogy a tárgyalások eredményeképpen előbb-utóbb az álláspontok a nyelvoktatási kérdésekben is közeledni fognak. Összességében a Kárpáté magyarság természetesen az, hogy szülőföldjén, ahol több mint ezer éve él, és országok jöttek, mentek, nem pedig a Kárpáté magyarság mozdult volna a szülőföldjét, természetesen az, hogy ő, ő sonos népnek érzi magát. Még egyszer szeretném aláhúzni azt, hogy eltérően Novaszad asszony véleményétől, őshonos népnek jelenleg még ukrán törvényekben nincs meghatározása. Másrészt meg arról van szó, hogy nem lehet diszkriminálni. És az oktatási törvénynek, a nyelvi törvénynek is egyik fő baja az, hogy diszkriminál. Tehát megállapít különböző kisebbségi csoportokat, akik nem rendelkeznek azonos jogokkal a nyelvek oktatása területén, ez pedig mindenfajta nemzetközi szerződés az ensz az alapokján és ellenzi. Másrészt pedig, hogyha valóban a, arról van szó, hogy ezeket az intézkedéseket azért hozták, hogy mindenki tanuljon meg ukránul, mert most jelenleg a iskolarendszerben nem képes, akkor ezt azt hiszem nem büntetéssel, vagy pedig jogok elvonásával kellene megoldani, hanem úgy, hogy valójában javítsunk az Ukrán oktatásán, és ez ajánlotta fel a segítségét a magyar állam Szijjártó Péter külügyminiszteren keresztül. Ezek konstruktív ajánlatok, remélem, hogy ezek nem fognak lekerülni az asztalról, és elég utóbb sikerül majd ebben eredményeket elérni, hiszen ilyen formában ezek a törvények tartathatóak.